Jens Stoltenberg főtitkár közölte: A NATO tagállamai egyetértenek abban, hogy Ukrajna a szövetség tagja lesz. Ez azonban egy hosszú távú cél. Az Észak-atlanti Szövetség főtitkára szerint jelenleg elsőbséget élvez a két északi állam, Finnország és Svédország csatlakozása, ami Jens Stoltenberg szerint a leggyorsabb csatlakozási folyamat lesz a NATO történetében. Már csak két tagországnak, Magyarországnak és Törökországnak kell aláírnia a két északi állam NATO csatlakozását. Budapest már a napokban jóvá hagyhatja a csatlakozást. Ankara közlése szerint március 9-én folytatják helsinki és Stockholmmal a tárgyalásokat. Az Egyesült Államok és más NATO tagországok azt remélik, hogy Finnország és Svédország a július 11-én Vilniusban tartandó NATO csúcson a katonai szövetség tagjává válhatnak. Anthony Blinken amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy súlyos következményei lesznek annak, ha Kína továbbra is támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban. Kína nem állhat mindkét oldalon, nem teheti meg, hogy békejavaslatokat terjesztelő, majd Oroszország pártját fogja a konfliktusban, közölte az Egyesült Államok külügyminisztere a Biden kormányzat álláspontját. Ha Kína továbbra is támogatja Moszkvát a háborúban, az végzetes kimenetelő lehet, figyelmeztetett Anthony Blinken. Washington szükség esetén súlyos szankciókat fog bevezetni kínai vállalatok és személyek ellen. A megszálló orosz erők folyamatosan ostromolják a Donetsk megyei Bakhmut városát. Herson és Zaporizsa térségében pedig egyes területeken igyekeznek megteremteni a feltételeket az offenzíva megkezdéséhez, jelentette az ukrán vezérkar. Az ukrán légierő egy nap alatt három csapást mért az orosz haderő gócpontjaira. Az agresszor orosz hadsereg fő erőfeszítéseit változatlanul a Harkív megyei Kupjansk, Donetsk megyében pedig Liman, Bakhmut, Avgyívka és Shakhtarsk elfoglalására összpontosítja. Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat sajtószolgálata arról számolt be, hogy hét ukrán energiablokkot teljesen átállítottak az amerikai Westinghouse üzemanyagának használatára. Az Enerhoatom kiemelte, hogy 2024-től az ukrajnai atomerőművek mind a 15 blokkját amerikai fűtőanyaggal kívánják ellátni. Ennek köszönhetően Ukrajna atomenergiaipara végleg függetlenné válik az oroszoktól. Az Enerhoatom a westinghouse közösen amerikai technológiát használva nukleáris üzemanyag ukrajnai gyártásán dolgozik. Ez nem csak az atomerőművek üzemanyagellátásának biztonságát javítaná, hanem a fűtőanyag minőségének javulásához is hozzájárulna. Áll az Enerhoatom közleményében. A Nemzetközi Atomenergiaügynökség vezetője Rafael Grossi közleményt adott ki, amiben kiemelte, aggasztó helyzet alakult ki az aporizsiai atomerőműnél. A harcok miatt sürgős és fontos lenne egy védelmi övezet létrehozása. Az erőműnél hétfőn mintegy húsz detonációt hallottak. Rafael Grossi szerint az is aggodalomra adokott, hogy a helyszínen tartózkodó szakértők és katonák felváltása elakadt. A jelenlegi csapatot már több mint három hete le kellett volna cserélni. Az ENSZ atomenergiaügynöksége azt is megerősít, Tette, hogy vasárnap délután helyreállt az erőmű tartalék áramellátása, miután szombat reggel kétszer is elment az áram. Az ügynökség közölte, hogy a megszakítás a Nyepper folyó túloldalán történt. Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának egy évvel ezelőtti kezdete óta a hollandok 183 millió euró adomány gyűjtöttek a háború ukrajnai károsultjainak. A segélyszervezetek hágában tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, az adományokból mintegy 3 millió ember részesült Ukrajna szerte. A segélyszervezetek főként akut sürgősségi segélyekre költöttek, valamint orvosi ellátás és pszichológiai támogatás nyújtására. Mivel az infrastruktúra elleni orosz támadások elhúzódó áramszüneteket eredményeztek, a segélyszervezetek generátorokat, kájhákat, tüzifát és melegruhákat is szétoztottak. A hollandok több tízmillió eurót fordítottak megélhetési költségekre. Élelmiszerre és ivóvízre, valamint szállás, illetve menedék biztosítására. Az adományok közel háromnegyedét Ukrajnában költötték el, a maradékot a háború elől Hollandiában menedéket kereső ukránok megsegítésére fordították.